Koncz Tibor Esperessel arról beszélgettünk, hogy van egy jó és egy rossz dolog is a református nagy templommal kapcsolatban. A jó dolog, hogy egy régi álmot valósítottak meg azzal, hogy megvilágították reflektorokkal a nagy templomot. Ez volt a motiváció, másrészt az, hogy a város közepén lévő épületet látja meg először az ideérkező, és ezt kivilágítva egyfajta támponton adhat számára. Ez egy nagyon régi álom, amit meg tudtunk valósítani, már azt kell, hogy mondjam, hogy évtizedes álom. Mindig volt a gondolatunkban, és mindig volt valami, ami miatt ez nem valósult meg. Ez a megvilágítás, ez a reflektorral való megvilágítás. Az elsődleges, az mondhatom, az volt, hogy nem nagyon találtuk azt a módot, azt a formát, amivel úgy tudunk a városnak szolgálatot tenni, hogy nem terheljük meg a várost, és nem terheljük meg magunkat sem. És most valahogy valószínű a technológiának köszönhetően elérkeztünk erre a pontra, hogy ha megvalósítjuk, már pedig megvalósítottuk, és megvalósítattuk, akkor a fenntartása nem lesz olyan bennünket megterhelő. És így nem kell a város sem erre kérni. Tehát ez volt a motiváció. Az volt a másik motiváció, hogy mégiscsak itt van a város közepén ez az épület, és aki érkezik ebbe a városba, akár mely irányból, és mégis a központon keresztül megy, sötét órákban, akkor legyen már egy biztos pont, amit esetleg távolról is lehet látni. És a harmadik pedig az volt, hogy szeretnénk ezzel is szolgálatot tenni, ez még nem valósult meg, de ennek ellenére nem mondtunk le róla. Technológiailag még nem annyira egyértelmű, hogy lehet megoldani, hogy szeretnénk, hogyha ünnepek alkalmával nemzeti színben pompázna a nagy templomnak a tornya, ez az a 44 méter, hogyha piros-fehér-zöldben pompázik, akkor azt gondolom, mindenki büszkén tekinthet az épületünkre, és sugározza azt az értéket, amit mi magunk képviselünk, a reformátusság. A rossz dolog a következő. Meglepetés volt az Esperes számára, hogy a kihelyezett 11 reflektorból 4-et szétvertek ismeretlenek. Meglepetés volt számomra. Meg kell, hogy mondjam, hogy ma sem tartom másnak, mint diákcsínynek. És ugye lehet mondani egy idősebb emberre is, hogy még mindig tanul, tehát nem úgy értettem, hogy korosztályilag, hanem az elkövetés módjában. Ez rongálás volt. Ennek két oka lehet, az én gondolkodásom szerint. Semmiképpen nem veszünk magunkra, tehát ez, nem hiszem, hogy ez valami a vallás elleni nyilatkozattétel lenne így gyakorlatban, hanem sokkal inkább, hogy új helyzet, egy megvilágított templom, az a megvilágított környezetet is jelenti. És azért tudjuk mindannyian, hogy a főtéren nagyon sokszor nagyon sötét van, és nagy valószínűség, hogy ez is valakiket zavarhatott. Nem voltak ehhez hozzászoktva. A másik dolog pedig az a fajta gondolkodás, hogy valami nagyot érek el, azzal, hogy a mások által megépítettet rongálom. Ismerjük ezt az észjárást, azt gondolom, hogy ez lehetett a fő motiváció, és azt el tudom mondani örömmel, hogy egyrészt a 4-ből 2-t vissza tudtunk állítani, 1-et megtaláltunk, azt idővel később megerősítve vissza tudtuk helyezni, és visszakaptuk a rendőrség. Pontosan, ha visszakaptuk a rendőrséget, azt meg tudtuk csináltatni, és vettünk egy 4-et, az még nem érkezett meg, de azt is föl fogjuk tenni. Tehát összesen ebből a 4-ből 2-t automatikusan helyre tudtunk hozni, és a másik 2-t pedig idővel szépen egyenesbe hoztuk a sorsát, és mégiscsak legyen már a végére jó hír, hogy azóta nem történt semmi, és ez nekem egy nagyon fontos dolog. Szerencsére azóta nem történt rongálás.